Marius Uwe Kösterheim Seppelt für den tollen Einsatz und für die viele, viele mit Herz geführte Arbeit um den Verein. Az Audi pénzügyekért felelős igazgatója köszöntötte először a csapatot, illetve az Eto'hoz érkezett nemzetközi sztártriót. Johannes Rosek kihasználva a nyilvánosságot további támogatást ígért a klubnak. Kerecsényi Ernő, az Audi Eto elnöke a tervekkel kapcsolatban azt mondta, a hazai bajnoki és kupagyőzelem mellett ebben a szezonban a BL döntőbe jutás a cél. Ebben segíthetnek a hivatalosan most bemutatott klasszisok. A szerb Andrea Lekic, a norvég Heidi Löke és a montenegrói Jovanka Radičević egyaránt 2 évre kötelezte el magát az Eto'hoz. Még csak 1 hete készülünk együtt a csapattal, de már is otthonosan érezzük magunkat. Keményen edzünk, aminek meg is lesz az eredménye, mindenképpen BL döntőbe akarunk jutni, mondta a rendkívül szimpatikus világsztár. A bemutatást követően a trió a főszponzor jóvoltából mindjárt egy-egy Audival is gazdagodott. Ezek kulcsait Johannes Rosek adta át a frissen igazolt hármasnak. A csapat egyébként 17 edzőmérkőzést játszik a felkészülés heteiben, szeptember közepén pedig már a BL-ben lépnek pályára a Hipó ellen.